Köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben Sakkmagazin 2016 márciusi adásában. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok, és állandó szakértő társam, műsorvezető társam Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Az előző adásunk óta nem sok esemény történt megyénk sakkéletében. A nemzeti bajnokság hetedik fordulóját rendezték meg 2016. február 14-én, erről szeretnénk tudósítani. Mint már többször elmondtuk, megyénk sakkéletét két csapat képviseli az NB2 küzdelmeiben, a Tiszavasvári Ese és a Nyíregyházi Sakkiskola Ese, egyébként ezen egyesületnek vagyunk a tagjai. A Tiszavasvári Ese az igen erős hajdúszoboszlói csapattal mérkőzött meg. A hajdúszoboszlói csapat az NB2-ben mindig érmes, ha bajnok nem is tud lenni sosem, de mindig azért érmes hely környékén szokott lenni, tehát egy igen erős és rutinos több mester felvonultató csapattal mérkőzött meg a Tiszavasvári. Egy igen tisztes vereséget szenvedett, 7-5-re kapott ki csupán, ami én azt hiszem, hogy a hajdúszoboszlói csapatnak kisebb fiaskó és igen dicsőséges dolog a Tiszavasvári csapatának. A Nyíregyházi Sakkiskola a debreceni sakbarátokkal mérkőzött meg. Ezzel a csapattal többször vívtunk már meg az NB1B-ben, többször játszottunk már az NB2-ben is. A sakkiskola csapata rendkívül tartalékosan állt ki, bizonyos betegségek, influenza járvány miatt 5 meghatározó játékosunkat voltunk kénytelenek nélkülözni, számtalan ifjúsági játékost vonultattunk fel. Igen nagy méretű vereséget jósolt a papírforma. Úgy gondoltuk, hogy méretes férfi felsőruházati termékben részesülünk, de nem lett belőle zakó, mert lelkesen küzdöttünk, és egy 6-6-os végeredményt értünk el. Péter, történt a tudomásom szerint a magyar sakkozókkal más esemény is a világban, mégpedig világra szóló siker is. Ezt mindenképp igen, jól értesült vagy. Az egyik legnagyobb ifjúsági tehetségünk, Gledura Benjaminnak sikerült megverni egy ex-világbajnokot, az indiai Anandot, Viswanathan Anandot. Kint spanyol földrészen, de ugye az Angliában, Gibraltáron volt egy nagyon erős sakkverseny, amit minden évben megrendeznek. Világélmezőnyéből 2-3 játékos, ugye Nakamura, Vasila Gráv, Anand játszott ezen a versenyen. Anandról azért mondjuk el, hogy ő már 95-ben is világbajnoki döntőt vívott, sok évig volt világbajnok, tehát egy igazán nagy sakkozóról, egy nagy ex-világbajnokról van szó, aki azért a világ közvetlen élvonalához tartozik még a mai napig, 46 éve ellenére. Hát azt tudni kell, igen, hogy 95-ben ott pont Kasparov ellen vesztett egy világbajnoki döntőt, viszont utána ugye Kramnik taszította le Kasparovot a világbajnoki trónról, és ugye a következő világbajnok, ugye Kramnik után pedig ugye Anand volt, és Anand ugye megvédte ugye a világbajnoki címét. Meglehetősen meggyőzően. Meggyőzően, és utána jött ugye most a jelenlegi világbajnok, a norvég Magnus Carlsen, aki Anandot verte meg. És a visszavágón is, tehát ugye, Anand annyira jó játékos még mindig, hogy ő játszotta a világbajnoki utolsó 3-4 világbajnoki döntőt, ő játszotta, ugye a Carlsennel kétszer is játszott, tehát sikerült neki a világbajnoki körmérkőzést megnyerni, ahol a győztes kihívhatja a világbajnokot. Azt hiszem, hogy aki 45-46 évesen meg tudja nyerni a világbajnok jelöltek versenyét, az méltó ellenfel a világbajnoknak. Sajnos Anand apja lehetne Magnus Carlsen világbajnoknak, tehát azért már a kor is beleszólhatott ebbe a világbajnoki mérkőzésbe. Mi történt a mi tehetségünkkel, a 16-17 éves Gledura Benjaminnal? Hát igen, tehát ugye Benjamin már egy nagy mester normával rendelkezett, nagyon dinamikusan fejlődik, a
ifjúsági válogatottban én nekem már 3 éve sikerül folyamatosan figyelemmel kísérni a fejlődését. Fantasztikus jó idegrendszerrel rendelkezik, pszichésen hihetetlen nyugodt tud maradni a legizgalmasabb pillanatokban is, ami egy játszmában kialakulhat. Úgy tudom, nagyszerű a fizikuma is Benjinek. A fizikuma is, ugye annó, amikor ugye arról volt szó, hogy sakkozó vagy úszó legyen, ugye úszó diák olimpiát is nyert, tehát nagyon erős. De szerencsére a sakknál maradt, én ezt mindig is szoktam mondani, és ugye 2012-ben, ugye, hát azt hiszem nem, 2013-ban Kínában voltunk a 16-os csapatolimpián, és onnan a 18 évesek csapat Európa-bajnokságán, tehát mindig meghatározó játékosa volt Benjamin a magyar válogatottnak. De most ezen a gibraltári versenyen hihetetlen magabiztosan, veretlenül végzett a legjobb, azt hiszem 2400 és 2550 közötti kategória díjasok között is, és hát 2600-2700 feletti játékosokkal is játszott, és sikerült Almási Zoltánnal is remiznie, de ugye a legnagyobb szám Anand elleni győzelme volt, amely partiban fehérrel egy olyan magabiztos megnyitás játszott, a végig pici előnye volt, ugye több helyen annan talán kiegyenlíthetett volna, ugye egy kis kockázatot vállalt, és azt a végén egy fantasztikus gyalogvégjátékban érvényesítette előnyét, és ugye világszenzációt hajtott ezzel végre. Ugye a külföldi újságok, ugye magyar hírportálok élén volt ezzel a győzelemmel Benjamin, és hát bízunk benne, hogy a folytatás is következik. Ugye már a bő magyar felnőtt férfi válogatott keretnek a tagja is, tehát már egyértelműen Polgár Judit is számol vele, remélhetőleg hosszú távon, és remélhetőleg minél hamarabb. Itt 2691-es performance-t ért el, amiről azt kell tudni, hogy majdnem 2700 feletti, tehát ugye ezen a versenyen szuper nagymesteri színvonal. Majdnem 2700-as erővel játszott Benjamin, és gyakorlatilag egy partiban se állt szinte rosszul, az utolsóban egy picit talán hát ott rosszabbul áll, de azt is sikerült kitartania. Hát remélhetőleg így fogja tovább folytatni. Annyi van még, hogy azóta ugye most annyit kell tudni, hogy Amerikában edz, Polgár Zsuzsánál van most kint, és az ő egyetemén edz most 2-3 hetet, és kiment egy ilyen rapid versenyre, ami nagyon-nagyon erős volt Amerikában, és azt is sikerült abszolválnia, ilyen 2684-es, talán az egyik legnagyobb amerikai tehetség Ray Robsont is megverve és megelőzve, tehát most egyszerűen én úgy látom, hogy beért az a sok munka, és az a tehetség, amit ugye itt Benji kapott a sakk révén, és ugye a munkával együtt én nagyon bízom benne, hogy hamarosan ugyanilyen jó eredményeket fogunk látni, és a szuper nagymester versenyeken fogjuk látni, és folytatjuk ugye Rapport Rihárdnak az útját, aki ugye most jelenleg élő alapján a legjobb magyar játékos, ugye 2721 az élő pontszáma, és még ugye idén még 20 éves hát az egyik, ugye, hanem a legnagyobb magyar tehetségünk. Bízunk benne akkor, hogy az új Portis Lajosok, Szabó Lászlók, Maróczi Gézák nőnek fel, és egyre fényesedik a magyar sakkozásnak az ege. Igen. Említettem a magyar sakk történelem legnagyobbjainak a nevét, a múlt legnagyobb neveit. Jelenről természetesen még nem említettünk. Milyen partit mutatsz be ma nekünk? Hát én Portis Lajostól mutatnék be.
ha lesz idő két partit, ha nem, akkor csak egyet, aki ugye én úgy gondolom, hogy a legnagyobb sakkozó magyar, ugye természetesen Polgár Judittal, Lékó Péterrel egyetemben, de ugye a korára való tekintettel ugye a nemzet sportolói között is számon tartják, tehát ott van Portis Lajos, és szerencsénk volt annó egy jó pár évvel ezelőtt egy sakszimultán szervezni itt Nyíregyházán. Egy ahol száztáblás egy sakszimultán. Igen, volt száztáblás is. Itt csak 30 főt vállalt be a nemzet sportolója Portis Lajos. Egy élménybe számolóval, egy bekötve, az egy hihetetlen nagy élmény volt, aki hallotta beszélni és az előadását, és természetesen játszani is ellene. Azt azért tegyük hozzá, hogy tud ő miről beszámolni, hiszen világrekord, ő az egyetlen sakkozó a világon, aki 20-szoros sakkolimpiai csapattag, 20-szor játszott sakkolimpián, és még egy dologban világrekord, de 8-szoros világbajnok jelölt, ilyen mással még sohasem fordult elő, azt hiszem Geller a következő, a 6-szoros világbajnok jelölt. Legjobb éveiben Portis nagymester harmadik volt a világranglistán, ez is meglehetősen ritka magyar sakkozók között. Nézzük akkor, milyen partit mutatsz nekünk. Hát Portis Lajos Bagirovval játszott 1965-ben. Bagirov egy erős szovjet-orosz nagymester. Igen, szovjet nagymester volt. Egy nagyon taktikus és látványos partit fogunk látni nemzet sportolójától. C4-gyel kezdett világossal Portis Lajos, C6-tal folytatta fekete, E4 következett. Ezen már a karokán védelemben vagyunk. Igen, ez karokán védelem, ami egy picit ilyen ugye vezércseles álláshoz ment át, meg nagyon érdekes ilyen izolágyalogos szerkezet jött létre, megérkezett D5. Egyébként, ha jól emlékszem, ezt a E4-C4-es felállást a karokán ellen a magyar Steiner testvérek dolgozták ki a 30-as, 20-as, 30-as években. Igen. Steiner változatnak nevezik. E-üti D5 következett, C-üti D5, amire D4. Ez már panov támadás. Panov támadás, huszár F6 következett, amire huszár C3, és E6-tal ugye a fő változatba ment bele. Másik változatú huszár C6. Huszár C6. A jobb játékosok inkább ezt szokták játszani, ebben nagyobb az élet ebbe a változatba. Huszár... Hát akkor huszár C6-tól átnyergelek E6-ra, mert mindig huszár C6-ot húztam ebben az állásban. Igen, az E6-ban ez egy veszélyesebb változat, több élet van benne, viszont könnyebb is veszíteni benne, tehát ez azért hozzá tartozik. Aki huszár C6-ot játszik természetesen, az is nagyon jó lépés. Azt mondanám talán, hogy egyenrangú, de mivel több lehetőség van ebben az E6-ban, ezért szokták inkább ezt játszani a jobb játékosok. Huszár F3-mal folytatta fehér, futó E7, C-üti D5, amire huszárral ütött vissza fekete, és futó D3-mal fejlődött világos. Huszár C6-tal kifejlődött fekete, elsáncolt fehér, elsáncolt fekete szintén, és ugye bástya E1-gyel elfoglaltuk a félig nyílt vonalat a bástyámmal, és huszár CB4 következett, aminek az az értelme, hogy a D3 futót szeretné ugye eltüntetni. Izolágyalogos állástól van szó, tehát ugye a tisztek cseréje után minél inkább közeledünk a végjátékhoz, a D4 izolágyalog világos állásában egy gyengeség maradt konkrét támadási célpont a végjátékban, esetleges igen. Végjátékban. Igen, ugye az izolágyalog azt jelenti, hogy másik gyalog nem védi, tehát maximum tisztekkel lehet védeni azt a gyalogot, de ugye az állás, izolágyalogos állások előnye az, hogy ugye aktív tisztjátékot kap világos, ugye az E-vonalon, C-vonalon, és ugye E5 pontra be lehet rakni a huszárt, és amivel a D4 gyalog ugye ezt alátámasztja. Viszont, hogyha ugye minél több tisztet sikerül lecserélni, könnyű tisztet, akkor ugye ez a D4 gyalog elgyengülhet, és ugye arra tud rájátszani majd sötét. Futó B1-gyel
természetesen világos nem adta oda a futóját, futó D7-tel fejlődött fekete, amire A3 érkezett. Valószínűleg huszár C6 lett volna a legjobb, fekete leütött huszár üti C3-mal, B üti C3, és azért, hogy D5-ön legyen egy ismét helye ennek a huszárnak, amire vezér D3 következett, ugye a H7 ponton a királynál szeretne ugye mattot adni a vezér. Persze azért Bagirov nagymester nem olyan kezdő, hogy benézze a vezérőt H7 mattot, viszont Portis nagymester ezzel nyilván egy gyengítést harcol ki. Igen, hát valószínűleg G6-ot kellett volna lépni, vagy akár F5-öt, ugye mire az E5 pont gyengül meg. Huszár F6-tal visszarakta a huszárt fekete, amire huszár E5 következett, és bástya C8-al folytatta ugye fekete a C3 pont támadására, és most jön egy nagyon érdekes és nagyon eredeti ötlet. Tehát ugye a két futót nem akarom és nem is nagyon tudom jobb helyre elhelyezni, esetleg ugye a futót G5-re, a felei futót, de fekér a bástyát, az A1 bástyáját hozta azonnal játékba, és bástya A2-t lépte, ami egy szenzációs lépés, és ugye E2-vel azonnal ugye félig nyílt vonalra helyezte mindkét bástyát, és nagyon nagy támadás intézett ott a ugye ott középen ez a két bástya. Bástya E8-al folytatta fekete, amire bástya ugye E2 következett, itt G6 jött. Tehát annyit még hat kotnyeleskedjek bele, hogy sötétnek fejlődési nehézségei vannak, a vezér nem mehetett el G6-ot megelőzően, arra ugyanis következhetett volna huszár D7, és az F6 huszár nem üthet vissza, mert akkor bekapja sötét a vezérült H7 mattot. Tehát bizonyos szerkezeti gyengítést kellett végrehajtani ahhoz, hogy a tisztjeit igazából játékba hozhassa. Igen, tehát most, hogyha az állást nézzük, ugye nem sok tisztet sikerült cserélni, csak egy könnyű tisztet sikerült feketének, és ugye nagyon támadóan áll ez a B1 futó, C1 futó, ugye a D3 vezér, az E5 huszára két bástya, tehát szinte az összes tisztje játszik feketének, vagy bocsánat, fehérnek, és ugye feketének nem egyszerű a helyzete, ugye a futót kéne valahogy C6-ra, vagy D5-re bejátszani, vagy valahogy futó B5-tel jönni A6 után, nem egyszerű a helyzete. Annyit kell tudni, hogy G6 után ugye a H7 pontot egy kicsit kivédte fekete, és most jött egy új helyről ez a B1 futó, ugye ezen az átlón, a B1 H7 átlón már nem nagyon tudja kifejteni a hatását, ezért futó A2-vel, ugye az A2 G8 átlóra áthelyeztük ezt a futót, és ott sokkal erőteljesebb fenyegetések vannak, ugye rendszerint ha sikerül, egy kis taktikai huszárüti F7 is szokott fenyegetni, hogyha elmenne a futó D7-re, ami futóüti E6-tal, ugye még erősebb bejönne ott ugye a fekete haderőben. És gyakorlatilag a királynak azonnali szétrombolását eredményezné. Ugye most még nem megy, mert a D7 futó még védi az E6 gyalogot, de ez bármikor ugye fenyeget. Milyen jó lett volna, hogyha a sötét bástyák már nem C8-on, illetve E8-on vannak, a futó D7, E8 milyen jól védte volna a gyalogot. Hát igen. Igen, de akkor viszont futó H6-tal meg az F8 bástya ragadt volna be, hogyha így van. Mondjuk bástya D8 és ja, igen, C8 D8, a bástya C8, elhelyezés. Igen, az is egy lehetőség, csak a fekete vezérnek sincs olyan sok helye. Hát bástya C7-tel folytatta fekete, amire ugye futó H6-tal, ugye hát kiraktuk a futót, futó F8 következett, ugye minden csere jó lenne feketének, természetesen világos nem cserélte ki, futó G5-tel létrehozott egy kötést, amire futó G7 jött, talán futó E7 pontosabb lett volna, mert erre most egy nagyon szép taktikai motívummal D5-tel megérkezett világos, és ugye nem nagyon lehet ezt jól leütni, ugye itt a G5 futó az F6 huszárt kötésben tartja. Igen, izolált gyalogos állásnál az izolált gyalog előlépésére mindig számítani hát kell. Hát igen, vezér C8-al próbálkozott feketeit kimenni a kötésből, az pontot. De erre viszont vezér F3 következett, amire huszár üti D5 jött, és vezér üti F7, király H8,
és egy romboló áldozat, Huszár-üti G6 gyakorlatilag végzett, és fel is adta Fekete. Ha ez gyaloggal visszaütötte volna Fekete, akkor Bástya E4, H4 védhetetlen matt érkezett volna, és ugye ezt nem várta meg Bagirov nagymester, és kezet nyújtott. Hát ez kivégzés volt. Igen, ez egy fantasztikus jó, tehát a D5, a futó, tehát nagyon-nagyon érthetően és nagyon jól játszott a Portis Lajos nagymesternek. Az volt tényleg a nagyon nagy előnye, hogy hihetetlen élvezetesen és érthetően játszott. Tehát természetesen, tehát amikor játszott, úgy gondoltuk és néztük a partit, én is amikor többször néztem, úgy gondolom, hogy ezt én is meg tudtam volna, de amikor természetesen én játszom, ez valahogy nem így alakult sohasem. Amikor Lajos bácsi partiját nézzük, azt mondjuk, jé, ilyen egyszerű a sak, de hát úgy tábla mellett van, hogy mégsem olyan egyszerű. Igen. Nézzük meg akkor, hogy hogyan tudott muzsikálni Portis nagymester az akkori világbajnokkal szemben. Nézzük meg akkor, Portis nagymester hogyan küzdött az akkori világbajnokkal, Tigran Petrosyannal, a szovjet örmény nagymesterrel szemben. Petrosyan egyébként az én kedvenc sakkozom, azt hiszem, hogy mégis inkább Portisnak kell szurkolnunk ebben a partiban. Hát úgy gondolom, hogy igen, és a Portis Lajosnak a játék stílusán is látszott, hogy az elején egy visszafogottabb megnyitást választott, viszont utána gyalogáldozattal, taktikusan nagyon-nagyon szétverte a világbajnokot, és hihetetlen jó parti volt. Ilyen sima állásban, mint egy csereszláv. Igen. Lássuk. D4-et nyitott Portis nagymester, D5 következett, C4, C6, ugye ez a szláv védelem, C-üti D5, C-üti D5, csere változat, huszár C3, huszár F6, huszár F3, huszár C6, és futó F4-jel folytatta világos. Ugye itt, ha sötét futó F5-öt lépne, akkor egy egyenlő változat alakulna ki, de ugye nagyon sok tisztet tudott volna cserélni fehér, és ugye ezt akarta elkerülni Fekete, hogy minél több tisztje maradjon, és nagyobb élet maradjon a játékban Feketének. Annyit hadd szólja közben azért a futó F5-ös változatban is, ugye korábban a Botvinnik-Bobocov parti nyomán ment az elmélet, de pont Port is mutatta ki, azt hiszem, egy Beljavszki jeleni partiban, hogy mi világos célszerű terve, egy Tilburgi, azt hiszem 1981-es parti volt, ami mintaparti az ilyen állásban. Igen. Objektíve, tehát maga az állás az egyenlő, tehát ezek a szupernagymesterek nagyon sok finomságot tudnak, és új finomságot tudnak behozni ebbe az állásba, de igazából azért nem annyira népszerű ez a megnyitás, mert nincs annyi lehetőség, mint egy olyan változatban több figura van, és nem ütik le, nem ennyire szimmetrikus az állás. E6-tal folytatta Fekete, amire E3 jött, futó D6, amire futó G3, ugye nem cseréli, üssön le, és akkor nyílik a H-vonal, ugye a H-gyaloggal ütnék vissza, elsáncolt Fekete, futó D3, és Bástya E8 következett, amire ugye E5 volt a terve, hogy megnyissa a centrumot, ez fehér nem engedte, és huszár E5-tel, ugye benyargalászott az a huszár a centrumba, futó üti E5, D-üti E5, és huszár D7-re pedig F4 következett, és most ugye egy picit anyagias volt Fekete, és vezér B6-ot lépte, nem érezte azt, vagy nem gondolta, hogy itt világos be fogja áldozni ezt az E3 gyalogot, és hogy eléggé passzívak lesznek a fekete tisztek. Fehér nagyon, valószínűleg huszár C5 lett volna a legjobb lépés, és futó B1-re B6. Erre elsáncolt fehér, ami nagyon-nagyon erős lépés, ugye vezérüti E3 gyalog áldozat következett. Mindig nagyon esztétikus, hogyha az áldozott anyagot még sakkal tudja kasszírozni és az ellenfél. És vissza is tud menni a királynő, de ugye ezzel elég sok tempót veszít, és a C8 futó A8 bástyának a fejletlensége dönti el majd a küzdelmet, hogy nem tudnak ezek a figurák játékba jönni. Király H1-je folytatta fehér, vezér B6-tal ugye visszakozott a fekete vezér H5,
matfenyegetés H7-en. Igen, huszár F8-al, ugye az rendszerint ez a huszár nagyon jól védekezik itt, de világossal bástya F3-mal, ugye jön a terv az, hogy H3-ról érkezik majd ez a fehér bástya. Huszár G6 következett, amire futó F2-vel ugye megtámadta a vezért, tempóra érkezett, vezér D8, és most már bástya H3 jöhetett volna. Mérgezett lett volna a B2 gyalog, ugye? Azt, hát ha leüti, akkor ugye bástya B1 jött volna rá, nagyon erősen, azt nem nagyon lehetett leütni, sohasem, mert hogyha C3-ra üt, akkor futó üti G6 jöhetne, és ott is. Felfedett az F3 bástya. És széthullik ott a fekete haderő. Huszár B5 következett, ugye egy újabb figura érkezik a D6 mezőre, és ugye nem nagyon tudja ezt ellensúlyozni, nem tudja kiszedni ezt a huszárt. Huszár CE7-tel ugye hozta vissza a figuráját védelembe. Huszár D6 következett, amire futó D7-tel már áldozná a bástyát, de ugye erre mondjuk igen, a huszárért, de hát ugye ez a D6 huszár az hihetetlen erővel támadja az F7 mezőt, B7 pontot is, E8-at is, azt nem fogom kiadni most egy nem játszó E8 bástyáért. Futó H4 következett, ugye elét lehoztam egy kötést, amire vezér B6 jött, ugye kiment a kötésből, és erre jött bástya H3, ugye H7 pont felé kacsingatva, jött H6, ugye, és hogy a futőüti E7-et ugye kivédjük, és ne legyen vezérüti H7 sakk. De erre jött egy újabb, hát egy újabb lépés, ami gyakorlatilag teljesen szétszette a királyállást, futó F6. Ez, hát ugye ez az értelme, hogy a D3 futó, F6 futó, D6 huszár, H5 vezér és a H3 bástya mind támadja a fekete királyt. Ilyenkor meg kell bontani a királyt védő gyalogokat, és ugye, hogyha leütötte volna, vagy azonnal vezérüti H6, vagy gyaloggal akár visszaütve F6-ra, és utána ütni a H6-ot, mindenféle fajta matfenyegetéssel, ugye megnyílik a H meg a G vonal, tehát gyakorlatilag azonnal vége lenne a partinak. Fekete még utoljára lépett egy vezérüti B2-t, ugye bástya F1-jel, azt természetesen nem adtuk oda azt a bástyát, huszár F5 következett, amire ugye kiszedtük futó üti F5-tel ezt a védő huszárt, és be is fejeződött a parti, mert egész egyszerűen feladta. Hát E-üti F5-re futó üti G7 következett volna, és király üti G7-re pedig vezér üti H6 sakk. Majd király vezér G8, H7, vezér H7, király F8, vezér F7, mat, védhetetlen. Milyen jó, hogy nem adta oda port és nagymester a D6 huszárt a bástyáért. Hát igen, tehát az az F7 pontot. Hát az, hogy egy világbajnokot így megint megverni, hát hihetetlen. Ezt nem is megverésnek, igen, hanem inkább lemosásnak nevezik. Igen, hát ennyi, amikor ugye elmegyünk egy gyalogért, nem fejlődünk ki, tehát a megnyitás alapelveit, ugye idézem, egy gyalogért feladjuk. Ilyen nagy támadással véget tudtunk vetni ennek, tehát ennek az egész fekete haderő állásának. Portis nagymester alkotásainak tanulmányozása után el kell, hogy búcsúzzunk önöktől, tisztelt nézőink, ennyi fért ugyanis a mai adásunkba. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!